berendezvénnyel is készül az idei esztendőre a Kakasdi Sebestyén Ádám Székelytársulat. Az egyesület ugyanis idén ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. A programsorozat keretében ezúttal népdal találkozót szerveztek. Volt egy megnyitó, utána volt egy mesemondó verseny, és most a népdal találkozó lesz, utána majd következnek még, tehát egész évben lesz műsorunk, és ma pedig egy nagyon szép napunk lesz, mert nagyon sok népdalkör elfogadta a meghívásunkat, és én ennek nagyon örülök. Kétyről, Tevelről, Kisdorog, Nagymányok, a német nemzetiségi kórus Cikóról, mesét mond két kisgyerek, énekel majd a Jordáki Lászlóné, remélem nem hagyok ki senkit, a Sebestyén István is énekelni fog. Ez most azért van, hogy egy kicsit jól érezzük magunkat, mert ugye ez a két év, ami volt, olyan nagyon be voltunk zárva, és én szerettem volna, hogyha az egyesített népdalkör is bemutatkozik a Kakasdon, mert az nagyon szép, úgyhogy ezért lett a mai nap. Az idei évben következik a Bada Ferenc néptánc verseny, az pedig egy verseny lesz, mégpedig bukovinai táncok, bukovinai székely táncokkal, az lesz június 12-én, utána megpróbálunk szervezni egy nyári tábor szeretnénk augusztusba gyerekeknek, mert ugye néptáncot meg népdalt itt lehet tanulni inkább, de hát ez ilyen játékos szokott inkább lenni. Utána pedig lesznek szüreti mulatságok, és október 22-én lesz egy nagy-nagy néptánc találkozó. Ott szeretnénk bemutatni inkább a kakasdi néptáncosokat, hogy ez alatt a sok-sok év alatt mennyi mindent tanultak. Tehát mi nem csak bukovinai székely táncolunk, hanem voltunk például tavaly Kalotaszegen is táborba, voltunk Erdélybe táborba, Aldunán voltunk táborba. Tehát mindenhonnan összeszedtük a táncokat, és ezeket a Varga János betanította nekik. A céljunk ez, hogy a bukovinai székely hagyományokat azért senki ne felejtse el, mert én azt gondolom, hogy olyan nyelvezete van, és olyan szókincsel rendelkezik, hogy ezt kár lenne elfelejteni. Az eseményen Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is jelen volt. Ő elmondta, hogy fontos, hogy az egyesületek magát a székely nyelvjárást is használják, és továbbadják a fiataloknak. Hála jó Istennek, a kultúránk nagyon sok ágú, és nagyon sok minden ebbe bele tartozik, akár díszítő művészet, akár tánc, vagy itt ugye az éneknek a napja. És sokat gondolkodtam, illetve beszéltük is ezt, hogy vajon mennyire szükséges abban a nyelvezetben, tehát ugye bukovinai székelyesen előadni. Hiszen már azért nem úgy vannak a mai fiatalok, ugye már annyira nem tudják gyakorolni, de ezt nem lehet másként. Tehát én úgy gondolom, ennek a módja a legjobb az, hogy gyakorolják a nyelvezetet is ezáltal, és természetesen így kerek. Tehát itt akár hazaszeretetről beszélhetünk, hiszen ezek is lelkesítők, benne van az egész érzelmi, szinte az egész életünk. Tehát az régen ugye nem pszichológus volt, hanem kiénekelték magukból, mert ha bánatuk volt, ugye, akkor azért, ha örömük volt, azért. Tehát mindig megtalálták a módját annak, hogy és hihetetlen nagy dolog, én úgy gondolom, hogy énekelni. És így válik egészé az ember, és ezáltal tud újra töltődni. De akár a zenéről is beszélhetnék hasonlóan, de hát az ének az különösen. De szeretnék csipke rúzsa lenni, babám kebelébe kinyillani, kinyillanik reggel délben este, elvon az én szívem keserén. Elmondható, mind ahogy látni is, ugye, hogy nagy részt idős emberekről lévén szó, és az idősek inkább ki voltak téve ugye ennek a vírusra, gondolunk, ugye. És hát valóban voltak csoportok, ahol szinte újra kellett indítani,
és újraindulni nagyon nehéz. De én úgy gondolom, hogy pontosan talán ez a fajta helyzet, talán minőségbeli változás tudott tenni, hiszen jobban értékeljük azt az együttléteket, jobban megpróbálunk egymáshoz és szebben viszonyulni, és ez remélem, hogy pozitívan fog kihatni, és természetesen hosszú távról beszélve meg erőt ad ahhoz, hogy csináljuk tovább.